Köszöntöm a Kálmó Művelődési Ház videótárjának nézőit, és egyben köszöntöm Farkas Orsoly, a Piloxing oktatót, akivel a nyitott ház kapcsán beszélgetünk. Egy fantasztikus nyílt órát tartottál itt a Kálmóban. Beszélni egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen mi az a Piloxing? Üdvözlök mindenkit! A Piloxing, Pilates, Boxtánc és ezeknek az elegye. Ez a három rész váltakozik egy órán belül. Nagyon erős intervall, mezitlábas tréning. A box egy pörgős erőteljes része az órának, míg a pilates egy kicsit fókuszáltabb, nyugodtabb mozdulatokat igényel, a tánc által pedig ebből a fókuszáltságból ki tudunk egy picit lazulni. Kiknek ajánlod ezt a foglalkozást? Mert azért ez láthatóan egy elég intenzív foglalkozás volt. Bárki jöhet, vagy azért meg van határozva a korosztály? Mindenkit szeretettel várunk, nincs meghatározott korosztály, fiataltól középkorú, aktív, kevésbé aktív résztvevőkig mindenki részt vehet az órán. Semmilyen előképzettség nem szükséges, sőt, az sem szükséges hozzá, hogy bármilyen fitness órán előtte ugye tartósan esetleg részt vegyen az ember. Mindenki a saját adott fittségi állapotához, mérten erőnlétéhez képes tudja végezni a gyakorlatokat, és természetesen az oktatók, illetve én is ebben segítséget fogok nyújtani annak, akinek szüksége van rá. Szükséges valamilyen kiegészítő, vagy valamilyen olyan dolog, ami ez a foglalkozás az elengedetlen szükséges? Igen, amit használunk minden piloxing órán, ezek a piloxingos kesztyűk, amit így lehet rögzíteni a csuklónkon. Ez 250 g per készfej, és nyilván elősegíti a felső testi izomzatának tónusosabbá válását, feszesedését. Ezt azoknak ajánlom, aki már megrögzött piloxing rajongó, az oktatókon keresztül lehet a kesztyűkhöz hozzájutni, de természetesen a kesztyűk nélkül is nagyon hatékony a program, ez választható, hogy ki viseli a kesztyűket, illetve ki nem. Mikor vannak ezek a foglalkozások a Kálmóban? Minden héten kedden, 6 órakor várok szeretettel mindenkit, vizet kis törölközőt és polifómot hozzanak magukkal a résztvevők.